Kedves nézőink, Önök a Pécsi Tudományegyetem Univerzitás Televíziójának Navigátor című műsorát látják. A PTR-re látogatott José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, valamint Orbán Viktor miniszterelnök, és részt vettek a Jubileumi Rektor konferencia megnyitóján. Az Expanding Europe című nagyszabású rendezvényen közel 100 magyar és külföldi rektor vett részt. A Tudásközpontban nyitották meg a Jubileumi Rektor konferenciát, melyre európai egyetemek vezetői kaptak meghívást a PTR rektorától, Bódis Józseftől. A rendezvény az egyik első előkészítő rendezvénye volt Magyarország Európai Uniós elnökségének is, így Orbán Viktor miniszterelnök és José Manuel Barroso is ellátogatott a megnyitóra. Köszöntő beszédet tartott a rektor úr, aki röviden bemutatta a Pécsi Egyetemet, majd Orbán Viktor miniszterelnök úr vette át a szót, aki a felsőoktatási intézmények fontossága mellett érvelt. Elmondta, az egyetemeknek kiemelt szerepe van a jövő formálásában, hiszen a tudással kijelölhetik a fejlődés új irányait. José Manuel Barroso a határtalan Pécset is köszöntötte, és kihangsúlyozta, hogy a most 25 éves Európa Kulturális Fővárosa projekt az egyik legsikeresebb programja az Európai Uniónak. A köszöntők után a rektor úr a Pécsi Egyetem alapító okiratának díszes másolatát adta át José Manuel Barrosónak és Orbán Viktornak. A megnyitót követően az Európai Bizottság elnöke és a Magyar Köztársaság miniszterelnöke zárt ajtók mögött egyeztetett, majd tájékoztatta a sajtót a legfrissebb megállapodásokról. Barroso együttérzését fejezte ki az országot sújtó vörösiszap katasztrófa áldozatainak, és támogatásáról biztosította Magyarországot. Orbán Viktor pedig Magyarország Európai Uniós elnökségének legfontosabb feladatait sorolta fel. A program a Jubileumi Rektor konferenciával folytatódott, ahol előadók részt vett többek között a belga oktatási miniszter és a spanyol oktatási államtitkár is. A fő kérdés az, hogy hogyan tovább borony a folyamat. Nem lehet sablonosan válaszolni, hogy minden rossz, nem lehet sablonosan válaszolni, hogy minden jó. Nagyon sok jó eleme van, az alapelképzelés nagyon jó, a megvalósításba csúsztak hibák, azokat ki kell javítani. Nyilván tudományterületenként is változik, hogy melyik tudományterületen inkább mivel kell jobban foglalkozni. A baj inkább úgy tűnik, hogy egy picit elsikkadt a gyakorlati, tehát a képzés gyakorlati jellege, abban biztosan erősíteni kell. Az elméleti jelleg az talán erősödött is. Két rangos egyetemi szövetség is képviseltette magát, és jelen voltak a PTE 30 külföldi partnerintézményének, valamint vezető hazai felsőoktatási intézmények rektorai is. Újdékán áll a PTE általános orvostudományi karának élén. Misete Attila számára nem volt ismeretlen a kar, melynek vezetését elvállalta, 2006 óta gazdálkodási és diákjóléti dékán helyettesként tevékenykedett. Dr. Misete Attila 1984-től áll a Pécsi Orvosképzés Szolgálatában. Először a Labormedicina Intézet munkatársaként, később az intézet igazgatóhelyetteseként, majd szakfelügyelő főorvosként, egyetemi tanárként és dékánhelyettesként dolgozott. Most az AOK dékánjaként vezeti a kart. Az AOK gyakorlatilag most gazdasági szempontból is egyfajta zászlós hajó az egyetemen. Egy jelentős felfutás történt a idegen nyelvű képzésben, tehát most már sokkal több diákunk van. Ennek megfelelően a bevételeink is jelentősen megemelkedtek. Ez járul még az, hogy amíg azokat, akik főleg importálnak, a forint gyengülése a sújtotta, mi az ellenkező oldalon lévén tulajdonképpen ebből profitáltunk. Meg kell mondjam azt is, hogy az elmúlt 4 évben egy jó együttműködés sikerült kialakítani a gazdasági hivatallal. Elmozdulás történt abban az irányban, hogy a központi irányítás elvonásai azok szolgáltatás alapúak legyenek, ahogyan azt mi folyamatosan szorgalmaztuk a bevétel alapúval szemben, ami szintén javította a gazdálkodási helyzetünkön. Az AOK konszolidálta magát, és egy kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat, de sajnos ezt egy olyan környezetben kell megtennie, ahol egyéb irányú kötelezettsége is vannak. A helyzet megoldására a dékán úr változásokat szeretne eszközölni az AOK és a klinikai központ kapcsolatában. Minekután az egyetem egyesülés létrejött, az az igény is felmerült, hogy az orvos egészségtudományi oktatás és beteg ellátás, amelyek szinte szétválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz, egyfajta medical centerben
egyesüljenek. Annak ellenére, hogy itt sorban megbukott 3 vagy 4 ilyen centrum, én azt gondolom, hogy ez az alapvető gondolat az jó. Kicsit úgy vagyunk, mint a magyar focisták, hogy állandóan edzőket cserélgetünk és játékosokkal variálunk, közben elfeledkezünk a felkészülésről és a felkészítésről. Ami a KK-val kapcsolatos relációt illeti, a KK, a klinikai központ, az AOK része az oktatás és a tudomány területén a jelenlegi statutum szerint. Én a két jelenleg gazdálkodási szempontból meglehetősen elhatárolt intézménynek az újraegyesítését fogom szorgalmazni. Ennek sok oka. Elsősorban nem lehet világosan látni, hogy hol ér véget az egyik, és hol kezdődik a másik. Ami pedig a munkáltatói oldalat illeti, ott szintén egy egyetem attól különbözik egy közkórháztól, hogy ott az oktatók, gyógyítók tudományos munkát is végeznek. Ennek megfelelően egy 3-as kritériumrendszer érvényesül a kinevezésükkel. Meggyőződésem, hogy az egyetemnek is jó, és nekünk is jó az, hogyha egy koncentráltabb irányítási rendszer létezik. Azt is elmondom, hogy ezt nem Hübele Balázs módjára képzelem el, minden egyes váltás idáig hirtelen felindulásból, és amikor már szinte túlcsordult az elégedetlenség történt meg, készítsük ezt alaposan elő, adjunk egy fél éves intervallumot rá, és természetesen az érdekeltek bevonásával, ami nagyon fontos minden esetben. Az AOK kiemelkedően magas oktatási és kutatási színvonalának fenntartására továbbra is nagy erőkkel törekszik dr. Misete Attila. Az orvosi kar és a PT-je többi karának kapcsolata, mint mondja, eddig is jó volt. Ezeket minél több szakmai szintű együttműködéssel kívánja erősíteni. A kar belső struktúrájában a kari bizottságok átalakítását tervezi, olyan módon, hogy az mindenki érdekét szolgálja. 80. születésnapját ünnepelte Ormos Mária. A Varga Damján konferenciateremben kollégák és barátok köszöntötték a professzorasszonyt, és tudományos előadásokat tartottak tiszteletére. Dr. Bódis József, a PT-je rektora köszöntötte születésnapi alkalmából Ormos Máriát. A professzor emerita történész, egyetemi tanár, akadémikus, a 20. századi magyar és egyetemes történelem kutatója, a Pécsi Tudományegyetem egykori rektora október 1-én ünnepelte 80. születésnapját. A rektori köszöntő után dr. Orosz István, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke üdvözölte az ünnepeltet és úgy fogalmazott: Ormos Mária saját szakterületén a legnagyobb Magyarországon. Dr. Szolcsányi János, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke, a professzor emerita munkásságát méltatva elmondta, Ormos Mária legnagyobb érdemének azt tartja, hogy mindig, mindenkorban hű volt saját elképzeléseihez. Dr. Fischer Ferenc, a PT-je bölcsészettudományi karának dékánja, a születésnaposnak a kar legmagasabb kitüntetését, a Pro Facultate díjat adományozta, a közönség pedig állva tapsolta meg a kitüntetettet. Többen mondták az utóbbi napokban telefonon, e-mailen, SMS-en, minden, hogy milyen szép kerek évforduló. Mondtam, azt értem, hogy kerek, de mi ezen a szép? Szép lehet az, ha az ember a múltját megpróbálja összegezni, és abból kiemelni azt, ami szép. Hozzá kell tennem, hogy mondjuk a közélet szempontjából hát túl sok szépséget nem tudnék felmutatni, mert volt benne második világháború, volt benne Rákosi Mátyás, hát volt benne 56, de 56 utáni megtorlások, és voltak, és így tovább. Na, ezt elengedni az ember magának, de ha a személyes történetemre gondolok, akkor azért két gócot kiemelnék ebből, amire szívesen gondolok vissza. Az egyik a tudományos teljesítményem, amelynek, hogy mondjam, a hazája a Történettudományi Intézet Budapesten, és a másik pedig a fiatalabb nemzedékekkel való kapcsolat, amely kapcsolat mind a mai napig tart. És én azt gondolom, hogy ennek a másiknak viszont a hazája Pécs. És a Pécsi Egyetem minden szál ide köt, hát kivéve azt a néhány hallgatót, aki máshonnan jön hozzám, keres meg, de hát a legtöbb
akinek segíteni tudtam, és akivel mind a mai napi kontaktusban állok, vagyok, levelezünk, beszélgetünk, találkozunk, jelentős részük itt van, mind a mai napig. Hát én úgy gondolom, hogy ez megérte. Ormos Mária kutatási területe a 20. századi magyar és egyetemes történelem, kiemelten az európai szélső jobboldal története. Munkásságát számtalan díjjal és kitüntetéssel ismerték el. 1984-ben akadémiai díjat, 1995-ben Széchenyi, Szent Györgyi Albert és Szilárd Leó díjat, 2001-ben Deák Ferenc díjat és Pulitzer emlékdíjat, 2003-ban Hazám díjat és Arany János díjat kapott. 2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést vehette át, 2009-ben pedig megkapta a 20 éves a köztársaság díjat. Ebben az évben is megrendezte a sürgősségi napokat a PTE egészségtudományi kara. Idén nemzetközi meghívottak is előadásokat tartottak, és a sürgősségi bemutató minden eddiginél látványosabb volt. 5. alkalommal rendezték meg a sürgősségi napokat Pécsett. A kétnapos rendezvény célja kezdettől fogva, hogy szakmai fórumot teremtsen a mentőtisztképzésben résztvevők számára, szakmájuk részletesen megismerésére és a mentésben közreműködő társszervek tevékenységének jobb megértésére. A program során előadások zajlottak a váratlan káresemények felszámolása szellemében, neves hazai és külföldi szakemberek közreműködésével. A nemzetközi vététel azért lényeges, mondta dr. Betlehem József, az egészségtudományi kar dékánja, mert fontos a tanszéknek a kitekintés és a csapatszellem, hogy még eredményesebb munka folyhasson az egyetemen, mindemellett pedig műhelyi munka teremtődjön a jövő nemzedéke számára. A rendezvénysorozat keretében kimentési gyakorlattal egybekötött bemutatót is tartott a tanszék. Bemutatóra gyakorlatilag nem csak szakembereket várunk, hanem a város lakosságát, minden érdeklődőt. Ez azt jelenti, hogy a Laterum kollégium környékén, a Tűr István utcában, illetve a Hajnóci utcában korlátozásokat is életbe léptettünk, hiszen itt elképzelhető, hogy füsttel, lövöldözéssel és hasonlókkal találkozhatnak majd a lakosok is. Érdemes fölkészülni, és ezt szeretnénk szakmai módon megtenni. Saját kollégák biztonsága is, illetőleg a szabályok. Pécsre látogatott az Európai Parlament Kulturális és Oktatásügyi Bizottsága. A szervezet felügyeli az Európa Kulturális Fővárosa programokat, így minden évben ellátogat az aktuálisan ezt a címet viselő városba. Idén az Európai Parlament Kulturális és Oktatásügyi Bizottságának delegációja Pécsre érkezett, hogy végigjárja a Pécs 2010 LKF program beruházásait, találkozon az Oktatási, Tudományos és Kutatási Bizottságok, valamint a Külügyminisztérium tagjaival is. A képviselet a Pécsi Tudományegyetemen fejezte be 3 napos útját, ahol Páva Zsolt Pécs polgármesterek köszönetét fejezte ki a megjelenteknek. Elmondta, nagy elismerés az LKF programnak, hogy az Unió odafigyel ezekre a projektekre. Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke így nyilatkozott a városról. A multikulturalitás látszott itt Pécsett, mint csebben a tenger. Számomra különösképpen fontos út és nagy élmény volt Pécsre érkeznem, romániai képviselőként, Nagyszeben után, amely az Európa kulturális fővárosa volt ezelőtt 2-3 évvel, most egy másik magyar városba, Pécsre, a küldött társaim, az európai képviselő társaim is nagy várakozással érkeztek,
Dr. Komlósi László Imre, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, az Európai Kulturális Fővárosok Egyetemi Szövetségének alelnöke szintén sikeresnek ítélte a látogatást. A delegáció nagyon pozitívan nyilatkozott arról, hogy csak előre haladva, előre lépve érdemes ezeket a feladatokat fölvállalni, természetesen felelősen az egyetem vezetése és a szenátus által megtámogatva fogja tudni ezeket a jövőben fenntartani. Természetesen oktatási, kutatási célokat szolgálnak ezek a beruházások. Meg kell teremteni rá egyrészt azokat az újabb forrásokat, amikkel ezeket fent tudjuk tartani, másrészt pedig ezzel nagy mértékben javíthatjuk az esélyünket arra, hogy komoly szereplői legyünk a magyar felsőoktatásnak. Mind az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága, mind a város vezetése bizakodva zárta a háromnapos programot, hiszen ez az együttműködés segíthet abban is, hogy Pécs városa, mint kulturális főváros fejlődni tudjon regionális és kulturális szempontból is az Európai Unión belül. A következő percekben a legfontosabb egyetemi események rövid összefoglalóját láthatják. Két programot indított a PTM, a Kutatás Hasznosítási és Technológia Transfer Központ szervezésében. Az egyik egy Innováció Menedzsment PhD kurzus, ami a Közgazdaságtudományi Karon valósul meg. A képzés létrejöttét egy támogpályázat, a 3T technológia és tudástranszfer feltételeinek kialakítása a Dél-Dunántúli Régió Egyetemi Tudásbázisában című projekt tette lehetővé. A program során kétszer, a 2010-2011-es tanév őszi és tavaszi szemeszterében rendezik meg a kurzust 14 kontaktórával. A cél, hogy az oktatás végén a fiatal kutatók tisztán lássák, hogy kutatói karrierjük során kutatási eredményeiket hogyan kell védeniük, a finanszírozásnak és hasznosításnak milyen módjai vannak, mindezt nemzetközi példákkal alátámasztva. A témavezető oktató professzor dr. Varga Attila egyetemi tanár, a tananyagfejlesztés és a kurzus vezető oktatója pedig dr. Vári G. Sándor, aki a RICUP HST konzorcium vezetőjeként már számos innováció menedzsment képzési programot megvalósított. A másik nyertes pályázat ingyenes GLP képzést tesz lehetővé a Pécsi Tudományegyetemen. Ez egy pályázat volt, amit az egyetem 2008-ban pályázott meg, mind a GCP képzésre, mind a GLP képzésre, mind a két pályázat sikeres volt, és mi most tudunk indulni a GLP képzéssel, ez a preklinikai vizsgálatok szabályozásával foglalkozik. A TÁMOP pályázat lehetőséget nyújt a PTE és partnerei alkalmazásában lévő kutatóknak, gyakorló klinikusoknak, egészségügyi szakdolgozóknak, PhD hallgatóknak arra, hogy megismerhessék a nem klinikai egészségügyi és környezetbiztonsági vizsgálatok szervezésével és lefolytatásával foglalkozó minőségügyi rendszert. A tanfolyam ezen túl betekintést enged a gyógyszeriparban kötelezően alkalmazott egyéb minőségbiztosítási rendszerek alapelveibe is. A gyakorlatorientált képzés megvalósításában a Pannon Pharma gyógyszeripari cég ad segítséget dr. Somorai Tamásné szakértői vezetésével, míg a PTE részéről a képzés koordinátora professzor dr. Pintér Erika. Kultúra a börtönben, a börtön kultúrája címmel rendezett a PTE Állam és Jogtudományi Kara és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága Nemzetközi Tudományos Konferenciát. A rendezvényen dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész és dr. Kökényesi Antal a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoka is részt vett. A PTE AJK dékánja, dr. Berke Gyula köszöntője után levetítettek egy filmet, az elmúlt időszak legfontosabb kulturális eseményeiről a börtönhöz kapcsolódóan, majd pedig érdekes előadásokat hallhatott a közönség különböző kulturális projektekkel, börtönműhelyekkel, a kulturális életre vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatosan, és az előadó különböző európai tapasztalatokat is megosztottak a résztvevőkkel. Jelenleg mintegy 16.500 fogvatartott van Magyarországon, számuk 1000-rel nőtt az elmúlt egy évben. A jelenleg 230 életfogytiglani szabadságvesztését töltő elítéltből 17 sohasem szabadulhat. Hogy megismertessük a nem elítélteket, tehát a kinti világot azzal, hogy mi van benn, ez folyamatosan megy. Tehát vannak olyan rendezvények, amire tudatosan egyházi fórumokat, aktivistákat viszünk, és aki érdeklődik hozzátartozókon túl, ilyen van. Na most
azokat a személyeket, akiket be lehet vonni valamiféle képzőművészeti tevékenységbe, azokat talán egy értékesebb résznek tekinthetjük, abban az értelemben, hogy ők nyitottak, nem újabb terveket szövögetnek, hanem talán valamit alkotnak, tehát pozitív a hatás. A konferencián részt vett egy volt fogvatartott is, neki éppen a művészet segített abban, hogy a börtönévek után visszatalálhasson a társadalomba. Ő elítéltként egy freskófestő terápiás foglalkozáson vett részt, és szabadulása után ennek a tevékenységnek köszönhette munkáját is. A konferencián egy kiállítást is bemutattak a fogvatartottak által készített művészeti alkotásokkal. A közel 50 festmény és rajz többségének alkotója életfogytiglanra ítélt rab. Dr. Saed Szeyed Aga Banihashemi, Irán magyarországi nagykövete, a Pécsi Tudományegyetemre látogatott. A nagykövet úr dr. Komlósi László Imrével, a PTE általános rektor helyettesével egyeztetett az iráni egyetemek és a PTE közti együttműködési lehetőségekről. Banihashemi nagykövet elmondta, támogatja a két ország kapcsolatainak fejlesztését a tudományok, a kultúra, a mezőgazdaság és a politika terén, valamint javasolta, hogy a Pécsi Egyetem kössön olyan együttműködési megállapodásokat iráni egyetemekkel, melyek hosszú távú projekteket, valamint oktatói és hallgatói csereprogramokat tesznek lehetővé. Átadták a PTE Szalai László kollégiumát. Azzal, hogy egy kollégium felújítási program kezdődött nálunk, és mondom, a közepén vagyunk, számos gonddal is jár az öröm mellett, és az a nagy szerencsénk, hogy azt a gondot, amit még egy évig ránk jellemző lesz, azt hiszem, hogy közös okossággal, közös bölcselettel meg tudtuk oldani, hiszen egy év múlva lényegesen jobb helyzetben leszünk. Így fogalmazott dr. Bódis József, a PTE rektora, és hozzátette, jövőre kétszer ennyi kollégiumi helyjel gyarapszik majd az egyetem. A most átadott épület 550 férőhelyet biztosít a hallgatóknak, akik már augusztus végén birtokba vették a kollégiumot. A PPP konstrukció az egy olyan vállalkozási forma, amelyet lehet jól csinálni, és lehet rosszul csinálni. Nem vitatom, hogy Magyarországon voltak rossz példák, de meggyőződésem, hogy az a program, ami az Oktatási Minisztérium gondozásában megvalósult az országban, az a jó példa. Ez a kollégium pedig a jók közül is az egyik legjobb példa, mondta Vermesi Sándor, a kivitelező cég ágazatvezetője. Az ünnepélyes szalagátvágást követően az érdeklődők egy szobát és egy tanulóhelyiséget is megnézhettek. A kollégium blokkos elrendezésű, vagyis egy blokkon két darab háromágyas szoba osztozik, lakói közösen használják a vizes blokkot, illetve a közös helyiségekben található szekrényeket, hűtőt és főzőlapot. Az épület közösségi tereiben biztonsági kamerák is működnek. Borbemutatóval kezdődött az idei év szenátusi ülése. A Pécsi Tudományegyetem bora 2010 bor bemutatón dr. Bódis József, a PTE rektora köszöntötte a megjelenteket, megköszönte a borászok jelentkezését, valamint hangsúlyozta az egyetem borainak jelentőségét. A korábbi évekhez hasonlóan idén is két kategóriában hirdettek győztest. A fehér borok között egy 2009-es évjáratú Tolnai Pinot Blanc lett az első helyezett, míg a vörös borok közül egy 2008-as szekszárdi Merlot utasította maga mögé a többi bort. Mindkét termelő egy-egy oklevelet vehetett át, és pár szóval ismertették is a nyertes nedűt. Projektbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatót tartottak a Pécsi Tudományegyetemen. A határon átnyúló biotechnológiai együttműködés a fenntartható regionális egészségiparért elnevezésű projekt megvalósulásához sok sikert kíván dr. Bódis József, a PTE rektora, valamint professzor dr. Gordán Králik, az Eszéki Egyetem rektora, aki köszönetét fejezte ki a megjelentek előtt. A tervezett célja egy olyan közös biotechnológiai kutatási infrastruktúra létrehozása a Pécsi, illetve az Eszéki Egyetem orvoskarán, amely komoly segítséget ad a két egyetem kutatói számára olyan kutatásokhoz, amelyekre eddig helyben vagy ilyen szinten nem volt lehetőség. Pályázati forrás lehetővé teszi azt is, hogy egy úgynevezett transgenerikus állatházat hozzanak létre, ami segítséget nyújt különböző alap- és gyógyszeripari kutatásokhoz is. Tájvani delegáció látogatott a Pécsi Tudományegyetemre. A hat főből álló küldöttséget a PTE általános orvostudományi karán dr. Komlósi László rektor helyettes köszöntötte, és röviden bemutatta az egyetemet, majd az AOK nevében dr. Csernus Valér dékán helyettes üdvözölte a vendégeket.
Az AOK részletesen bemutatta képzéseit, és kiemelte a gyakorlatorientált képzés fontosságát és annak kiváló pécsi lehetőségeit. A tajvani delegáció komoly érdeklődést mutatott az orvosképzés iránt, és a külföldi felvételik lehetőségeiről is kérdezték a kar képviselőit. Az egyeztetés során mindkét fél reményét fejezte ki a hosszú távú együttműködésben. A Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi kar regionális és gazdaságtan doktori iskolája konferenciát szervezett doktori iskolák félidőben címmel. A terület, település, vidék és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozójának részét képezte a környezetgazdaságtant oktató felsőoktatási intézmények éves konferenciája is. Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár elmondta, az Európai Uniós tervezési időszak félidejében járunk, így el kell kezdeni a felkészülést a következő időszakra, összegezni kell az eddig elért eredményeket, és meg kell határozni a jövőbeni feladatokat. A doktori iskolák szakmai tanácskozása ehhez járul hozzá, valamint ahhoz, hogy a kutatás és oktatás területén egységes szemlélet szülessen meg. A PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Deák a Határtalan Iskola címmel rendezvénysorozatot szervezett. A kétnapos program a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa civil pályázatán nyert, és szervesen összekapcsolódik a Nyitott Egyetem a PTE Tudásbázisának Disszeminációja című támoprojekttel, valamint a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központjának Vigyázz, Kész, Tehetség projektjével. A program Deák ünnepéllyel vette kezdetét, majd az iskola igazgatója Jurisics Judit elismeréseket adott át a deákos diákoknak. A kétnapos, sokszínű program során origami és üvegművész kiállításokat is megnézhettek az érdeklődők. A legkisebbek Ludas Matyi történetét elevenítették meg a színpadon, míg a felső tagozatos diákokat különböző tudományos előadások várták neves egyetemi előadók közreműködésével. Kedves nézőink, Önök az Unif TV Navigátor című műsorát látták. Korábbi adásainkat és a Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunkat megtalálják az interneten, aktuális egyetemi eseményekkel pedig két hét múlva várom Önöket. Viszontlátásra!